Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. Ne fordulj embertársaid ellen! Amikor elkezdtem papírra vetni a beavatások iránya a tudati felemelkedés korában minden igazságkereső üdvére című szösszenetemet, akkor hasított belém az üzenet, miszerint fel kell hívnom a figyelmedet a valódi és a hamis szellemi irányzatok közötti egyik legfőbb különbségre. Bár nem divat manapság filozófiai összehasonlításokat tenni, mégis veszem a bátorságot és kijelentem, hogy a néhány ezer évvel ezelőtt élt nagy gondolkodók és szellemi vezetők, mint amilyen Mózes, Jézus, Platón, Zarathustra, Buddha, Lao Tse, Nimród, Mani is volt, valamilyen formában az alaptanításaiba foglalták azt a nem csupán erkölcsi intelmet, hogy ne ártsunk az embertársainknak. Voltak korok, amikor a ne ölj parancsként fogalmazódott meg, mert erre volt szükség. Voltak idők, amikor sokkal szofisztikáltabban került terítékre ugyanez a kérdés. Például az erőszakmentesség elveként, vagy az embertársaink iránti tisztelet kapcsán. Vagy felhozhatnám Platón az Állam 5. könyvét egy sor erejéig, amikor Szokratész ezt mondja, így az ember, ha bántjuk, ugye barátom, feltétlenül igazságtalanabbá válik. Mindenből kitűnik, hogy minden korban az igazi szellemi vezetők fontosnak tartották az ártás, a tudatos károkozás elkerülését, ha egy mód volt rá. Márpedig néhány életveszélyes helyzetet leszámítva, szinte mindig van mód és lehetőség arra, hogy ne bántsuk az embertársainkat sem gondolatban, sem érzelmi síkon, sem szavakkal, sem tettekkel. Kérdés, hogy képesek vagyunk-e erre? Dilemma, hogy hajlandók vagyunk-e arra, hogy stressz helyzetben a jobbik utat válasszuk. Ne ártsunk. Nos, egy olyan ember, aki önvélekedése szerint az igazságot képviseli és szolgálja, feltétlenül jó, ha előbb önmagát világítja át, és teszi ezt olyan alapossággal, amilyennel csak tudja. Sajnos egy frusztrációkkal, elfojtásokkal, indulatokkal, kudarcélményekkel, negatív érzelmekkel, illetve gondolatokkal teli ember aligha képes ellenállni azon belső késztetéseinek, amelyeknek utat engedve az egyik ember a másik ember ellen fordul. Sokszor külső rábeszélésre történik mindez, így a felbújtó látszólag ki is marad a konfliktusból. Azért csak látszólag, mert Isten mindentudó, ezért semmi sem kerüli el a figyelmét. Érdemes önvizsgálatot tartani mindenkinek, aki azon kapja magát, hogy valamilyen módon ártani próbált vagy ártott is másnak. Biztosak lehetünk benne, hogy ez személyes üggyé vált az individuumunkban. Méghozzá abban a kettős értelemben, hogy személyes tudatlanságunkba gyökerezik az ártás szándéka, illetve minden ártás alkalmával éppen az ellenkezőjét érjük el annak, mint amit szerettünk volna. Felteszem, hogy az embertársainknak való ártás, törlesztés buta és bosszúálló voltát nem kell különösebben ecsetelnem olyas valakinek, aki ezt a gondolatmenetet magáénak érzi. Mindenki előtt nyilvánvaló lehet, hogy az a születésünktől halálunkig terjedő időszakban érvényes alapelv, miszerint a gyengeségeink miatt bukhatunk csak el, míg az erényeink felemelnek és tökéletesítenek. Így könnyen beláthatjuk, hogy ha átadjuk szívünket és az elménket bármilyen ártást okozó erőnek, akkor mi megbuktunk az igazság vizsgáján. Tudnillik, sem a düh, sem a bosszú, sem a gyűlölet, sem a félelem, sem a kicsinyesség nem szolgálja, voltaképpen sohasem szolgálta az igazságot. Így bárki, aki ezek szellemében cselekszik, de legfőképpen mi magunk, akik esetleg ezekhez a negatív erőkhöz folyamodunk, biztosak lehetünk benne, hogy nem vagyunk összhangban az örökérvényű vallási, erkölcsi és lelki ismereti törvényekkel. Triviális módon az igazságszolgáltatást azokra kell bízni, akiket a Teremtő erre kijelölt. Vannak ennek földi és vannak spirituális képviselői.
Ami a nem ártás szabályának fonákját illeti, arról szinte minden ártó ember megfeledkezik, pedig csak elegendő volna kiindulni a karma ismeretéből. Ugyanis, ha valakinek valamit okozunk, azzal karmikus értelemben összekapcsoljuk magunkat. Akár tetszik, akár berzenkedünk ellene, a kapocs létrejön az ártó személy és a kárvallott között. Ha oda-vissza többször ismétlődik a törlesztés, avagy a bosszú, akkor a kapcsolat tovább erősödik a két fél között. Márpedig ez éppen ellentétes a bosszúálló stratéga szándékával, aki nyilvánvalóan neheztelést és sokszor be nem vallottan undort érez az erőszak alkalmazójával szemben. Csak hogy ő emiatt feljogosítva érzi magát, hogy hasonló vagy még nagyobb ártásra szánja el magát, vagy közvetlenül, vagy közvetve. Így voltak éppen az igazságosztó szerepében tetszeleghet az egója. Eközben a balga nem vesz észre, hogy ő is belesüllyedt az ártó adókapok csatározásokba, mivel a bosszú nemtelen eszközéhez folyamodott. Tűnhet nemesnek és hangzatosnak a cél, ha nemtelen eszközökhöz folyamodunk, akkor azt a pillanatot eladtuk az ördögnek. Ott a démonikus tulajdonságaink jutottak érvényre. Ráadásul, mint említettem volt, az ilyen esetben éppen azt nem értük el, ami eredetileg a szándékunkban állt. Nem szabadultunk meg az undort, félelmet, gyűlöletet, stb. Keltő személlyel való kapcsolattól, hiszen karmikusan belementünk a játékba, így a kapocs létezik. Tehát akkor nem vagyunk szabadok és függetlenek az adott konfliktus helyzettől, illetve személytől, sőt, csak még inkább belebonyolódtunk egy negatívumokkal terhes kapcsolatba, s mindez a gyengeségeink miatt történt. Röviden megfogalmazva, ezért tanácsolnak el a valódi spirituális filozófiák attól, hogy bármilyen módon ártsunk a másiknak, illetve attól, hogy ártásra ártással válaszoljunk. Jegyezzük meg, hogy még a jogosnak vélt, igazságosnak tartott ártás is kerülendő annak, aki valóban hisz és bízik az isteni gondviselésben. Mit tegyünk, ne tegyünk, akkor, ha ártanak nekünk? Gyakoroljuk az éberséget. Alkalmazzuk az önkritikát. Legyünk elfogadóak és toleránsak minden körülmény közepette. Lássuk tisztán, hogy az ártás során az embertársunkban a tudatlanság és más hasonló erélytelenségek munkálkodnak, amelyekről valószínűleg ő nem tud, így segítségre szorul, nem viszontártásra. Ha szükséges, természetesen hárítsuk el a veszélyt, de a lehető legkevesebb erő alkalmazásával, és soha ne düböl, bosszúból, félelemből cselekedjünk. Ne kapcsoljuk magunkat karmikusan se olyas valakihez, aki örömét leli abban, hogy nekünk ártott, se olyan emberhez, aki tudatlanságból okozott nekünk károkat. Jobb megtörni ezt a játszmát, máskülönben könnyen személyes üggyé fajulhat az eset, ami egyenes út a sötétségbe. Maradjunk józanok, tiszta szívűek és fejűek. Bízzuk az isteni gondviselésre, az igazságszolgáltatás idejének és módjának kiválasztását és kivitelezését. Ne léptessük elő magunkat az igazság lovagjának vagy lovaginájának. Alkalmazzuk erényeinket minden olyan helyzetben, amikor ártással van dolgunk. Ezzel ugyanis nem csak önmagunkat, hanem az ellenünk vétkezőt is valamelyest emelhetjük. Ne feledd, amit te teszel vagy nem teszel, az téged minősít. Őrizd meg a szelídségedet és a tisztaságodat minden körülmények között, ha rám hallgatsz. Tisztában vagyok, hogy a hadakozásra buzdító ego most fellázadhat benned, és kivételek után kezdhet kutatni, de közlöm, hogy csak a nem ártás stratégiájának a helyes alkalmazása emelheti fel az embert Istenhez. Az erőszak mindig erőszakot szül, bármilyen közhelyesen is hangozzék. Jó magam a megbocsátás és elengedés útját járom, s csak ezt tudom mindenkinek ajánlani. Akiben nagyobb a szeretet, mint a gyűlölet, a félelem, az intolerancia, az képes megbocsátani, elengedni és jó életet élni. Akinek még van kinek megbocsátani, van kit elengedni, van kire neheztelni, annak egyértelműen változnia kell. Ha szeretnél megismerkedni ilyen és hasonló nemes eszmékkel, akkor látogass el az előadásaimra, szeretettel várlak.
Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!